Bonyhádra ért a Mohácsi csata eddigi kutatásait szemléltető vándorkiállítás. A Mohács 500 elnevezésű tárlat a Janus Pannonius Múzeum szervezésében az országban már több helyen megfordult, márciustól pedig a Völcség Múzeumban is megtekinthetik az érdeklődők, mondta el Farkas Gergő igazgató. Március 2-át írunk, ez április végéig lesz megtekinthető a Völcségi Múzeumban, és utána egy új helyre kerül tovább. Tehát mindenkit biztatok, hogy érdemes meglátogatni, felkeresni minket, és megnézni ezt a kiállítást élőben. Szerencsére a múzeum csapatában ketten is régészek vagyunk végzettségünket tekintve, és hosszabb, rövidebb ideig együtt is működtünk ezzel a Mohács 500 kutatócsoporttal, illetve hát elolvastuk mi is a vonatkozó szakirodalmat, felkészültünk, és igyekszünk egy szakszerű, pontos vezetést tartani mindenkinek, aki hozzánk fordul. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum külső partnerek bevonásával 2009-től felújította az 1526-os Mohácsi csata helyszínének kutatását azzal a céllal, hogy az ütközet 500. évfordulójára megvalósulhasson a sorsdöntő eseménysor színterének pontos azonosítása, a csata rekonstrukciója és a csatában elhunyt mintegy 10-15 ezer katona végső nyughelyének megtalálása. A kutatás Bertók Gábor vezetésével zajlik, aki beszélt a régészeti feltárás folyamatáról. Két ága van a dolognak, az egyik a csatatérkutatás, hogy meg kellene azonosítani kellene a helyszínt, ahol az ütközet zajlott, vagy helyszíneket. A másik pedig ugye van egy tömegsír feltárásunk is. Ez a sátorhelyi Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen található 5 tömegsír közül a mondjuk is a második legkisebb. És ez, hát a százalékban kell kifejezzük, hogy a 80% környéki járatunk. Eléggé sok meglepetés ért minket a sírra kapcsolatban, sokkal összetettebb feladat volt, mint amire számítottunk, és hát ezért tulajdonképpen 2 évadot már végigvittünk, és ezután még mindig nem sikerült teljesen feltárnunk. A csatatérkutatás, az, hát van egy helyszínünk, amit már 12 és fél éve mondjuk így kutatunk. Ez biztos, hogy egy csatahelyszín, a mi kutatásaink szerint lehetséges, hogy a Mohácsi csatahelyszín, a leletek belének a korszakba, a forrásokból ismert földrajzi elemek azok megtalálhatók a helyszínen nagy részt. Vannak kisebb problémák is ugyan a helyszínen, és hát nagyjából 50-60 négyzetkilométer az, amin belül az összes ismert csatatérkép, amit valaha is valaki rajzolt, az megtalálható. Ez egy Mohácstól délre, horvát határon túl egy kis terület. Ebből az 50 négyzetkilométerből egy olyan 12-13 körüli az, amit már megkutattunk fémkeresős módszerrel. Ezen a területen belül egy helyszínünk van egyelőre. A csata helyszínen, ugye, hát az egyik lelet, vagy aminek is nevezzük, talán nem lelet a jó szó, található egy késő-középkori falunak a maradványa, és ezen találunk rengeteg olyan leletet, ami hadilelet kategóriába esik. Ezeknek az öme az ólomlövedék egyébként, különböző mérettartományban. De van számos sarkantyú, golyóöntő forma, buzogánytöredék, nyílhegy, tehát ezeknek az összessége az, ami ezt a helyszínt egy csatahelyszínét teszi. És hát ezt tulajdonképpen fémkeresővel kutatjuk, fémdetektorokkal, és minden egyes leletet pontosan bemérünk. És hát ez a szólódási kép az, ami kiad egy csatahelyszín, tehát amin belül ezeket a fegyvereket használták. És hát ilyenből egy van a területen. Egyes területegységeket szisztematikusan átfésülünk fémdetektoros kollégákkal. Ez egy érdekes fejlemény a magyar régészetben, az utóbbi évtizedben talán, ugye közösségi régészetnek is szoktak nevezni. Tehát akik velünk dolgoznak, ők alapvetően civilek, nem régészek, nem is történészek, hanem ez a hobbiuk, hogy ők fémkeresővel kutatnak a területeket, találnak dolgokat. Viszont megvan bennük az a jó indulat, hogy nem saját célra vagy eladásra gyűjtik ezeket a tárgyakat, hanem leadják a múzeumoknak. És hát szerződésben is állnak a múzeumokkal. És hát mi egy ilyen csapatot toboroztunk össze még 2016-ban, és hát az ő segítségükkel kutatjuk. Illetve hát a Janus Pannonius Múzeum ugye a projektgazda, ha lehet így mondani, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel van nagyon szoros együttműködésünk, ahonnan hallgatók is szoktak jönni, és hát különböző műszereket is szoktunk igénybe venni tőlük. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta, örül, hogy a Völcség Múzeum helyt adott a tárlatnak, hiszen fontos, hogy minél többen megismerkedhessenek a Mohácsi csata rekonstruálásának legfrissebb kutatási eredményeivel. Tudni kell azt, hogy készülünk az ütközet 500. évfordulójára, viszont
Nyilván nagyon sokat tudunk az ötközetről, de nagyon sokat nem. Például a csata pontos helyszínét a mai napig nem tudják, hogy hol volt. Azt sem tudják, hogy azok az elesett katonák, hősök, mint egy 15 ezeren estek el, és kb. 2000 katonának találták meg a sírját, hogy egyáltalán hol nyugszanak. Nem tudják pontosan, hogy hogyan zajlott le az ütközet, feltételezések, illetve a korabeli leírások alapján próbálják ezt is rekonstruálni, és annak érdekében, hogy 4 év múlva teljes körül legyen az ismeretünk, ezért nagyszabású program indult el, ez a Mohács 500 program, annak érdekében, hogy minél többet tudjunk meg erről a történelmi eseményről, amely Magyarország életében, illetve a magyar nemzet életében egy korszakválasztó időpont volt, hiszen a középkori magyar királyság a bukását is jelentette egyben a Mohácsi csata. A kiállítást 2022. április végéig lehet megtekinteni a Bonyhádi Völgységmúzeumban.